Szitka Péter polgármester látogatta meg a minap a Burinda családot, miután egyre többen érdeklődtek Zsombi hogy léte felől. Én úgy hallottam, hogy a dinókat nagyon szeretted, ez igaz? A 4 éves cserfessé vált kisfiú köszöni szépen, jól van. Megállás nélkül beszél, kérdez és imádja a dinókat. A városvezető el is halmozta ilyen játékokkal, Zsombi pedig mindegyiknek felsorolta a nevét. Kivehetem neked? Melyiket vegyem ki először? Hosszú nyakot? Okay. Zsombi szülei meséltek Szitka Péternek mindennapjaikról, hol tart kisfiúk a fejlődésben. Mint kiderült, Zsombi óvodába készül, hogy végre a kortársaival együtt tölthessen időt, és velük együtt tanulhasson. Most már mondhatni, hogy rutinszerűen éljük a napjainkat 4-esben. Megtanultunk mi is együtt élni a betegségével. Zsombi is kezdi talán megérteni, hogy ő egy kicsit másabb, mint a többiek, de mi így nőttünk fel, ő is így szocializálódik, és ebben már viszonylag rutinosan tudjuk a úgymond mindennapokat élni. Bár Zsombi fejlődése és egészsége a legfontosabb, de ez nem képzelhető el támogatás nélkül. A család ugyan pénzt már nem gyűjt, de ettől az évtől fogadhatják az adó 1%-áról szóló rendelkezéseket. Amiben mi tudunk segíteni, az mindenféleképpen az, hogy az alapítvány felkarolása és annak a népszerűsítése, hiszen most már megtudtuk, hogy az 1% most ebben az évben már adható, és szeretnénk azt, hogyha ebben nagyon sok állampolgártársunk egyébként segíteni a családot. Az adó 1%-át bárki felajánlhatja a családnak. Az adóbevallásnál erről külön nyilatkozatot kell kitölteni, ahol a civil kedvezményezett részére történő rendelkezésnél a Szép Jövőért Zsombornak alapítvány nevét kell beírni, és a képernyő alján látható adószámot.